Sziasztok, én Forzor vagyok, és ez a legújabb sorozatom, a Tanuljuk. Ez itt a Tanuljunk sorozatom első része. Ebben a sorozatban megtanítalak titeket olyan hasznos fogásokra, keverésekre, amit tudtok akkor használni, ha kártyával gőzöztek. És akkor kezdjük is el a Tanuljunk sorozat mai részben. Első részben a Riffle Shuffle-t fogom nektek bemutatni, ami így néz ki. Ez egy olyan keverés, amelyeket többfajta kártyával be lehet mutatni, akár nem is a legjobb minőségekkel, például ezzel. Ezzel is kitűnően lehet keverni. Vagy akár, bocsánat, ilyen magyar kártyával is, ezt is meg lehet keverni. Vagy akár még régibb kártyával, ilyen teljesen gagyi minőségűvel. Vagy akár egy nagyon régi, nagyon sokszor használt bicycle kártyával, és meg lehet csinálni. Bár nem lesz olyan szép, de meg lehet csinálni. Akkor most meg is mutatom, hogy ezt hogyan is kell megcsinálni. Először a paklit úgy fogjuk meg, hogy a hüvelykujjunk tetején, a kicsi, a gyűrűs és a középső ujjunk pedig alul, és a mutató ujjunk pedig középen. Kicsit behajlítjuk a kártyát, és elkezdjük lefele pergetni a lapokat a másik kezünkbe. Ez körülbelül a pakli feléig. Még egyszer mutatom, pergetjük a lapokat, itt ezzel az ujjunkkal kicsit benyomjuk, és elkezdjük lefele pergetni. Majd, hogyha a feléhez értünk, megfogjuk és átveszünk a másik kezünkbe az egész félpaklit. Még egyszer mutatom, pergetjük a lapokat, és átveszünk. Utána mindkét paklit be kell hajlítani, ja és hogyha még kezdők vagytok, vagy még először csináljátok, akkor célszerű asztalon csinálni, mert úgy könnyebb. Tudom, az elejétől megfogjuk a paklit, elkezdjük pergetni a lapokat a másik kezünkbe. Felihez értünk, akkor átvesszük a paklit. Itt mindkét paklit behajlítjuk, és elkezdjük egymásba pergetni a lapokat. Egymás után, egyesével mindegyik lapot. Ezt sokszor kell gyakorolni, hogy jól menjen, hogy akár csukott szemmel is meg tudjátok csinálni. Akkor mutatom az elejétől, pergetjük a lapokat a másik kezünkbe, itt átvesszük, behajlítjuk a két paklit, és elkezdjük lepergetni a lapokat. Majd, hogyha ide értünk, akkor jön ez, hogy ilyen kicsit látványosabb legyen. Azt csak úgy kell csinálni, nagyon egyszerű, miután egymásba pergettük a lapokat. Itt középen a két hüvelykujjunkkal megfogjuk, behajlítjuk a lapokat, és elkezdjük kiengedni. És csak kiengedjük a lapokat, és így szépen lemennek a lapok. Még egyszer mutatom az elejétől, elkezdjük lepergetni a lapokat, átvesszük, egymásba engedjük a két paklit, középen megfogjuk, és így behajlítjuk. És így csak leengedjük a lapokat. Ezt sok gyakorlás után nagyon szépen fog menni, csak egy csukott szemmel, vagy hátradett kézzel is meg tudjátok majd csinálni. Ez volt a Tanuljunk sorozatom legelső része, hamarosan jönnek a következő részek is. Én Forzor voltam. Sziasztok!